Népi motívumok, geometrikus és építészeti formák jellemzik Vári Kovács Ágnes azon képeit, amelyekből még március elején nyílt kiállítás a Pelikán galériában. A festő és grafikus elárulta, hogy szenvedélye a minta és grafikai tervezés, az illusztrációk és festmények tervezése, szívesen használ merész színösszeállításokat. Szerintem eléggé expresszív a színhasználatuk, szeretek sok színnel dolgozni, és ezek fantáziavilágok, amiket megalkotok, és sokszor így nem tudatosan készülnek, hanem így a belső énemből. Úgyhogy nehéz ezt így meghatározni, hogy pontosan mit akarok. Itt ötvözöm igazából a mintakincset, amit látok magam körül. A Korképek című tárlaton Bárány Terézia képei is megtekinthetők, aki szerint a művészet azzal az alkotóval kezdődik, aki képes jelentős hatóerejű munkákat létrehozni, ezzel együtt életérzéseket megfogalmazni. Az alkotó szerdán délután a művészet történettel ismertette meg az általános iskolás gyerekeket. A gyerekeknek tartott előadáson, ugye arról is beszéltünk, hogy ők mit ismernek már a művészet történetből, tehát ezeknek a képeknek az elődjeit, ugye a valamikori paleolitikum beli szobrokat, ők már ismerték a művészettörténet órákról, ismerték ezt az időszakot, ezt próbáltam én még kiegészíteni információkkal, és elmondani azt, hogy tulajdonképpen miért is készítettem ezeket az alkotásokat, miért pont a paleolitikum beli nő alakok ragadtak meg. A Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Művészek Társasága szervezésében megvalósuló kiállítás minden érdeklődő számára ingyenesen látogatható, kettő péntekig 10 és 18 óra között, egészen március 28-áig.